Sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, áldjon meg minket az Úr. Ma befejezzük Jónás prófét a könyvének az olvasását és a tanulmányozását. A befejező szakaszt olvasom el a Bibliából. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól. Igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt, igazam van, haragszom, mint halálig. Az Úr ezt mondta, te szánod ezt a bokrot, amelyet, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely egy éjjel felnőtt, másik éjjel pedig elpusztult. Én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagyvárost, amelyben több, mint tizenkétszer tízezer ember van, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és ott a sok, és ott a sok állat is. Ebben a könyvben Isten szava az első, és Isten szava az utolsó. És amikor Jónásnak a vitáját olvassuk ebben a könyvben, hiszen tulajdonképpen az egész könyv erről a vitáról szól, és közben beékelődve Ninive városának a megtérését, akkor azt látjuk, hogy az ember is lehet, hogy néha nem érti az Istent, és vitatkozna az Istennel, vagy számon kérné az Istent, de akkor is Isten szava az első és az utolsó nem lehet az emberé az utolsó szó. Nem lehet a miénk az igazság, hanem az Istené az igazság. És milyen jó, amikor az ember ezt már felismeri, és nem vitatkozik többé, hanem elfogadja az Istennek a döntését és az Istennek a szándékát. Milyen tanulságokat vonhatunk le ebből a könyvből. Az első tanulság az, hogy más az ember értékrendje és más Isten értékrendje. Jónás kicsinyes volt. Egyrészt ő úgy gondolta, hogy Isten csak az ő népét szeretheti, csak a zsidókat szeretheti, pedig ott is sok bűn volt, és sok vétkezés volt, és nekik is bűnbánatot kellett tartaniuk, hiszen éppen ezért mentek ők is fogságba, asszír fogságba, mert hogy báványokat imádtak. De mégis Jónás úgy gondolta, hogy csak az ő népét szeretheti az Isten, meg hogy az ő népe sokkal jobb, mint a hitetlen világ, ami körülveszi őket és meg kell látnia azt, hogy ez a hitetlen világ sokkal inkább hajlik az Isten beszédére, mint a saját népe. Szűk látók körül volt Jónás. És aztán kiábrándult, vagy ki kell ábrándulnia a saját nacionalizmusából, abból, hogy feljebb valónak, vagy előbbre valónak tartotta a saját népét minden más nemzetnél. És ebben is változnia kellett az ő gondolkodásában sok mindenben formálta Isten Jónást, és nem tudjuk azt, hogy vajon mennyit tanult meg ebből. Ugyanakkor ez a könyv bemutatja számunkra az Isten értékrendjét. Az Isten értékrendje nem csupán egy szűk népre korlátozódik, hanem az egész világra. Bár az Új Szövetség jelenti ki számunkra azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, és valóban az Új Szövetségből azt gondolhatnánk, hogy Isten csak izrael foglalkozik, de éppen ez a köv nyitja meg előttünk Isten szívének a mélységeit, ahol Isten bemutatkozik, mint minden nemzetnek és minden népnek a, az Istene, aki szeret minden embert, és aki majd kész valóban minden emberért elküldeni az ő fiát a világba. Isten értékeli az embert és értékesnek tartja az embert. Miközben Jónás egy bokor miatt haragszik, amelyik neki árnyékot adott a hőségben, és érzelmi hullámvölgyeket és érzelmi emelkedéseket él meg az életében, közben az Isten egészen mást lát. Nem, egy, nem a saját kényelmét, hanem az embereknek az állapotát. Miközben Jónás a saját kényelmét félti, és a saját e, hűsölését félti, és amiatt szomorkodik, közben Isten pedig látja a sok-sok embert, akik szenvednek. Itt, hiszen ebben a nagyvárosban több mint 12 szer 10 ember van. Nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között. Ez azt jelenti, hogy ők még csak a gyermekek. És hány felnőtt is van ebbe a városba, és ráadásul mennyi sok állat is a városba, és ez nem fontos Jónásnak. Neki az fontos, hogy legyen egy bokor, ami alatt meghúzódhat, és ami kényelmet és hűst ad, hűsölést ad neki. Milyen rossz az, hogyha az ember is csak saját magával törődik. Ha az ember is csak azon gondolkodik, hogy neki milyen kényelmes az élete, és nem törődik azzal, hogy a környezetében, akár a szűkebb vagy tágabb környezetében szenvedő emberek vannak, remény nélküli emberek vannak, vagy éppen szomorú, bánkolódó, gyászoló emberek vannak. Isten indítsa a mi szívünket, ugyanúgy, ahogy a jónásnak a szívét is, hogy végre túllépjünk a saját kényelmünkön. És elkezdjünk szolgálni az emberek felé, ahogyan Isten is tette. Amen.